az iskolai tanulmányokat folytat azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egyrészt fejlessze páratlannak ígérkező képességeit, másrészt pedig egyre közelebb kerüljön a női lélek titkainak feltárásához. Ez utóbbiban jelentős előrelépést könyvelhet el. Én már az óviban is tudtam, hogy mi kell a lányoknak. Igaz, a dologról most sincs több elképzelésem. Tudom például, tudom, hogy a lányok szeretik, hogyha kis apróságokkal halmozzuk el őket, a mák meg olcsó. A barátnőm nagyon örült, amikor elvittem az operába, annak viszont már nem, hogy elfelejtettem érte menni. Mondta nekem, hogy mennyire szeret utazgatni. Vettem neki egy kombinált bérletet. Ezt már nem tudta tolerálni, tehát ott hagyott. De nem aggódom, hiszen a koromhoz képest jóképű vagyok. Igaz, a koromhoz képest fehérebb is. Amikor mentem véradásra, az orvos meglátott, azonnal belém nyomott 2 egység 0 negatív vért. A testalkatomról csak annyit mondanék, hogy már gyerekkoromban is 200 opi között el tudtam vegyülni. Jól is laktam velük. De nagymamám mindig mondogatta, hogy kisfiam, hogyha híznál sem lennél szebb, csak másképp lennél csúnya. De legalább így tudtunk spórolni, hiszen egy nadrágot általában 2 évig hordtam, egyik évben az egyik szárát, másik évben a másikat. 12 éves lehettem, amikor döbbenten tapasztaltam, hogy a nadrágomban élő kis idegen lény önálló életre kelt. Még szerencsé, hogy ugyanazt akarta, amit én. Természetes dolog, hogy egy bizonyos kor után már mindenki ugyanarra vágyik, leértékelésekre. De azt is mondta a nagymamám, hogy ne aggódj, kisunokám, valakinek biztos te vagy az esete. Hát én nem szeretnék ezzel a valakivel egy sötét utcában találkozni. Inkább felveszem a macsójárást. És a lányok nem fognak fejfájásra hivatkozni, hogyha akarok tőlük valamit. Egyszerűen elküldenek a francba. Pedig egy időben imádtak a nők. Jaj, milyen aranyos, hogy gügyög. A szórakozó helyeken is megállom a helyemet, hiszen a táncparkett tördöge vagyok. Minden lánya a pokolba kíván. De állíthatom, hogy már annyi nővel volt dolgom, hogy tudom, hogy mindegyikőjük ugyanarra vágyik, hogy lelépjek. Lányok szeretik hallani, hogy milyen szépek, kedvesek, vonzóak, csak hát nem tőlem. Hiába tudom, hogy mivel lehet a lányokat levenni a lábukról. Romantikus szövegelés, gyertyafényes vacsora, láncfűrész. Lányoknak minden vacsora romantikus, ha nem ők főznek. De az a baj, hogy túl bátortalan vagyok, pedig már vettem is egy gyógyszert a félénkség ellen, de még nem mertem bevenni. Egyszer az egyik haverom szerelmi ügyben kért tőlem tanácsot, azóta is hálás nekem. Azt mondtam, forduljon máshoz. Pedig a csajok nagyon jól el vannak velem. Egészen addig, ameddig meg nem tudják, hogy valójában a lányokat szeretem. A minap találkoztam egy csajjal, aki a legősibb mesterségek egyikét űzte. Barlangrajz készítő volt. Megkérdeztem tőle, hogy volna kedved meginni velem egy italt? Azt mondta, persze, akár nélküled is. Felajánlottam neki, hogy megmasszírozom a hátát, elől is, hátul is.
Végül rátértem a lényegre. Megkérdeztem tőle, hogy megmondtam neki, hogy szeretnék veled eltölteni egy éjszakát. Kíváncsi vagyok, tényleg horkolok-e? Egyébként rájöttem, hogy nem kell ahhoz jól kinéznem, hogyha egy bombázóval akarok eltölteni egy éjszakát az ágyban. Elég, ha észrevétlen tudok maradni. Ez egyszer majdnem sikerült is, csak a végén megkérdeztem, hogy ugye neked is jó volt? Mi volt a válasz? Úristen, te itt voltál! Pedig olyasmit tudok az ágyban, amit más senki. Csak nincs rá igény. Egyszer kipróbáltam, hogyan megy hármasban. Csak az oktatóm rám szólt, hogy tedd vissza négyesbe! Tudom, túl sokat jártatom a számat. A lányok sem szeretik, hogyha beszélek az ágyban, mivel állítólag ez arra emlékezteti őket, hogy én is ott vagyok. Úgyhogy be is fejezem. Még annyit, hogy a volt barátnőm nymphomániás volt, de én kigyógyítottam.